A főkapcsoló előadó terme adott helyet a beszélgetésnek, a folyosón pedig a szakember könyvei sorakoztak az asztalokon. Minden egyes darabja különálló kötet, de mégis összefüggnek valamilyen módon. Itt kapott helyet a mesepszichológia sorozat között a legújabb is. Van a lila könyv, amivel megnyertem a Libri aranykönyvdíjat még annak idején 2012-ben, tehát az volt az én debutálásom igazából, azáltal ismert meg engem a magyar közönség. Utána jön, tehát ez a mese, érzelmi intelligencia fejlesztés, mesepszichológia, mesekorszakoknak a szerepe, miért fontos a mesélés, erre fókuszál. A zöld mesepszichológia könyv a kényes nevelési helyzeteket veszi górcső alá, a dackorszak, a félelmegszorongások, a testvérféltékenység, meg a gyásznak a kezelése. Akkor utána a Narancság a mesepszichológia könyvet társszerzővel írtam, Kerekes Valéria barátnőmmel, kolléganővel. Ez a könyv is megnyerte a Libri aranykönyvdíjat, erre is nagyon-nagyon büszke vagyok. Ott már az élettörténeteknek a szerepe, a családtörténetek, a személyes élettörténetek plusz pedagógusoknak, meg szülőknek van egy 222 gyakorlatból álló ilyen gyűjtemény, hogy hogyan is lehet a gyereknek az önbecsülését, meg a küzdőképességét fejleszteni. A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Akkor van a Türkiszkék meg a Barna könyv, ez Lilla és Tündérbogyó, illetve Lilla és Tündérbogyó kincset keres, ezek érzelmi intelligenciát fejlesztő mesék, és ezt követi a Valódi példaképek című könyv, ennek amúgy az És boldogan éltek podcastben, az erről szóló beszélgetés pont itt vettük fel Kalocsán, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon jó kis momentum, és ami most megjelent, tehát ezek mind a Kulcsuk kiadó gondozása van, és a Manó könyveknél most jelent meg a Minden jóha című interaktív mesekönyvem, velük is régóta együtt dolgozom, eddig csak könyvfordításaim voltak, ahol a hóangyalok laknak, meg a fiú, aki szívében hordozta a csodát, című könyveket fordítottam nekik, és most megjelent az első önálló mesekönyvem náluk is, ami egy sorozatterv, ez egy interaktív mesekönyv, ahol ilyen döntési helyzetek elé van állítva a gyerek meg a család, és akkor választani kell. Úgyhogy ezt most itt láttam én is, mert hogy a könyvhéten jelent meg, úgyhogy most foghattam először a kezembe. Nagy sikere volt a beszélgetésnek, és sorok álltak a könyvdedikálásnál is. Nagyon szeretem mindig az olvasókkal, hallgatókkal való kapcsolatot, mert ilyenkor mindig belekóstolhatok egy kicsit a történeteikbe, meg hogy hát most már nagyok azok a gyerekek, akik az én meséimen nőttek fel, akik annó az óvodában hallgatták, úgyhogy sokszor jönnek, és már ilyen fiatal felnőttként mondják, jaj, én úgy szerettem azokat a meséket, és az nagyon jó, amikor a szülők is akár visszajeleznek, hogy igenis ott van a könyvespolcukon a könyv, hogy használták, forgatták, hogy tetszik nekik, úgyhogy nekem ezek ilyen örömpillanatok.